Köszönjük, hogy itt lehetünk. Ez a Rise Like Water. Én 2014. decemberére datálom a zenekarnak a megszületését, és ekkor adtuk az első koncertünket, nyilvános koncertünket a Márknak a lakásán, és a zenekar tagjai ifjabb Novai Gábor billentyűn, Szabó Dániel Ferenc dobon, Zentai Márk énekel, én pedig Seifert Jason Bálint vagyok, én vagyok a basszusgitáros, gitáros. Nincs, hogy mindig Jason mondok. Nem baj, belefér. Jason. Extrém pop, valamint stand-up jazz. De igazából annyi mindent ötvözünk, meg keverünk kedvünk szerint szinte, hogy nehéz, tehát igazából nincs egy stílus, ezért az extrém pop, mert sok könnyű zenei műfaj így. Sokan úgy állnak hozzá, mondjuk ez most egy ilyen trend, hogy és ezzel semmi baj nincs egyébként, hogy kitalálnak egy produkciót, hogy mondjuk csináljunk egy hard rock zenekart, és akkor kitalálják elő az arculatot, elhívnak egy ilyen-olyan embereket, akik jól néznek ki ehhez a stílushoz, jól játsszák ezt, de ez tök mindegy, hogy milyen műfaj, most csak a hard rockot csak úgy mondtam, ez lehet elektronikus zene is, vagy bármi. Mi nálunk ez fordítva működött, egymásra találtunk, összebarátkoztunk, elkezdtünk együtt zenélni, és aztán ahogy születtek ezek a dalok, utána lett az, hogy most ez valamilyen stílus. De igazából mi se tudjuk pontosan, ez teljesen őszinte és teljesen így kijön belőlünk, és ennyi. Jammekből születnek a dalok elsősorban, tehát összeállunk, zenélünk, örömzenélést, és ami éppen jön, olyan stílusú lesz a dal, az a meghatározó, tehát hangulatból táplálkozunk, és spontán az alkotás. Utána ezt nyilván megfogjuk, meg kell szerkeszteni, meg kell írni, meg kell hangszerelni, stb. De az alapot, azt spontán rakjuk le, és ezért sok minden belefér nekünk. Hogyha ilyen spirituális oldalról akarnám megfogni a dolgot, volt egy barátom, aki azt mondta, hogy üres nátszálak vagyunk, és akkor működünk jól, hogyha hagyjuk, hogyha a Jóisten keresztül fúr rajtunk. Yeah.
azért nem kezdőzenészek vagytok, hiszen mindannyian más formációkban is muzsikáltok. Hogyan tudjátok összeegyeztetni ezt a projektet a többivel? Ez egy tök jó kérdés, én most megyek azonnal Nyíregyházára, a Bialex és a Schlepp zenekarral fellépni. Éjfélkor lesz egy koncertünk egy fesztiválon. Rengeteg empátiára van szükség, eléggé képbe kell lenni, és előre kell tudni gondolkodni. Szerintem ez a kulcsa, ez a három dolog, hogyha ez stimmel, akkor nagy bajok nem lehetnek. Egyébként azt olvastam, hogy Dániában már komoly nevelés, tehát az empátia már egy tantárgyat képez az iskolákban. Ez a minimum. Ez nagyon fontos dolog. Az empátia az nagyon fontos. A Full Moon semmilyen mértékben, nagyon-nagyon ritkán van, hogy valami ütközik. Most például megyünk ki Hamburgba a Mörkel egy showcase-re, a Reeperbahn Fesztiválra játszani, és az egy nagy dolog nekünk, és akkor nem vagyok, és aznapra lett volna egyébként, vagy lesz is lehet helyettessel Full Moon, mert előfordul az ilyesmi is, de hogy meg lehet oldani, tehát hogyha nem túl rendszeres, akkor ők is teljesen megértőek. Az a lemez címe, hogy You Are Free to Choose, tehát rajtad áll választani, lehetne így is fordítani, és ez sok mindenben ez az üzenete szerintem a lemezünknek, meg annak is, amit csinálunk. A borítóban is ez a koncepció, lemez címet is választani lehet, tehát a korongon több opció van, amit be lehet x-elni, amelyik szimpatikus. Egy jó fülszólal. Jó fülszólal, vagy akár saját címet is lehet adni a lemeznek, és van egy interaktív buklet ebben a CD-ben, és ott kötődnek az oldalak a különböző dalokhoz, és különböző feladatok, vagy ilyen felhívások vannak, lehet rajzolni, meg mit tudom én, el is lehet égetni az egyik oldalt, meg az egészet is el lehet égetni, csak az egy kicsit értelmetlen. Bár nagyon, ez tetszene egyébként. És szóval ez így az üzenet, vagy ez így a koncepció, így külsőre, és a zenében meg tényleg egyszerűen próbáltuk összehozni ezeket a végleteket, amit addig csak élőben játszottunk, és úgy megfogni a stúdióban azokkal az eszközökkel, amikkel ott kibővül a zenekar. A hangmérnök Víg Arnold volt, aki ezt készített, akivel együtt csináltuk, és nagyon érdekes lett a végeredmény. Tehát nagyon-nagyon színes az egész dolog, és inkább egy utazás, egy ilyen közös utazásra invitáljuk a kedves hallgatókat és nézőket ezzel a CD-ben.
koncerteken, ugye nyáron gondolom, ti is járjátok a fesztiválokat, minél több föllépést próbáltok tető alá hozni. Hogyan fogadja a közönség ezt a fajta muzsikát, hogyan reagálnak rá, táncolnak, néznek, mosolyognak, kik vannak ott a koncerteken? Hát főleg fiatalok nyilván, tehát az egyetemisták, egyetemista korosztály nagyjából. Előfordul mindenféle reakció, van akik elmennek, van akik táncolnak, van akik végig bulizzák, és végig bólogatják, végig táncolják még az ilyen kicsit elborultabb számainkat is. Elég vegyes szerintem, van egy elég komoly rétege ennek a zenének, akik ezt szeretik. Nyilván ez nem feltétlenül a 0-tól 99-ig korosztály, de van egy, tehát a ugye, hát ez egy ilyen extrém zene, mint ahogy ezt a saját stílus meghatározásunkban is így mondjuk ezt az extrém popot. Viszont ami mondjuk lehet azt mondani rá, hogy egy rétegzene vagy egy ilyen szubkultúrához kapcsolódó zene, de általában ezek a szubkulturális általában ezeknek a szubkulturális zenéknek a közönsége kitartóbb és hűségesebb. Mert mondjuk lehet, hogy egy nagyobb popprodukcióra elmennek a városnak, az ingyenes városnapra, tudom én, akár több ezren, viszont azok nem fognak elmenni egy fizetős klubkoncertre, nem fognak elmenni egy komolyabb, nagyobb, mondjuk egy színházi produkcióra, vagy mit tudom én, valami ilyen, tehát tényleg egy komolyabb helyszínre. Igazából szerintem nekünk ebben reménykedhetünk, hogy kitartó lesz mellettünk a közönségünk, akit tényleg megfog és megérint ez a zene. Just came home after all day. Man, only work, no murk. So I open up the fridge, you know, to pull out something to eat, you know, like ham, bacon, butter, and maybe some cheese, you know. Of course I got some salad, man, and some tomatoes, you know, and a cucumber. But most importantly, I said, most importantly, there's some mayonnaise in the fridge right there. There's some mayonnaise in the fridge right there. Magazines in the fridge, right there, use it. Don't look at me like that, use the freaking magazine. So I take out some baguettes, dudes. Some frozen baguettes. Put them in the oven on 180. Maybe like 200 degrees, y'all. Even if for at least 12 minutes or so, get me out, cut them off, and they're crispy and mellow. You just take my butter and spread it all over, put the ham in the bacon, lots of cheese on top, put the salad in, see how the lettuce transforms like stone, Texas and Philadelphia says he's big. Now spread that mayonnaise. Second, pretty damn good sandwich. That's a pretty damn good sandwich. As a don refrenya. That's a pretty damn good sandwich, yo. 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 Ugye debütáló album ez, ami nemrégiben megjelent, de azt ma már Magyarországon is fel kell tenni ezt a kérdést, hiszen sokan próbálkoznak azzal, hogy nem csak magyar piacra próbálnak eljutni a zenével. Nektek van-e ilyen tervetek, vagy van-e már erre vonatkozólan információ? Abszolút van, nyilván nekünk is van ilyen célunk, pláne hogy angol nyelvű a zene, pláne hogy én Németországban nőttem fel, és tényleg ki szeretnék magunkat próbálni külföldön is. Ez egy, szerintem egy, hogy mondjam, egy veszélyes vágy, mert nem nagyon kevés zenekarnak van ebben tényleg tapasztalata, meg nagyon kevés szakembernek, meg szervezőnek, meg akár kiadónak van ebben tapasztalata. Szóval a saját utunkat kell járnunk, és tényleg így elvárások nélkül, de mégis nagy energiával kell neki látni. Szóval nekünk van most egy elképzelésünk, hogy szobakoncerteket szeretnénk nem csak Budapesten, nem csak vidéken, Magyarországon belül, de majd külföldön is csinálni. Nyilván egy-két, ha van lehetőségre, klubkoncerteket is, de hogy nem azonnal megpróbálni nulláról, mondjuk a 100-ból a 30-ra ugrani, hanem szépen lassan, ahogy eddig is csináltuk őszintén, és valamilyen szinten kötetlenül. Még akkor is, ha szeretnénk valamit, de az számít, hogy éppen mi van. Tehát, hogy ha 20 embernek játszhatunk, mondjuk Berlinben, akkor az is már egy tök jó dolog. Tehát szerintem ez az egészséges hozzáállás, és akkor nem lehet bajunk, meg akkor nem is csalódhatunk. We'll be right back.
Cseh Tamás program támogatja mi könnyűzenei magazin műsorunkat is. Úgyhogy arra kérlek, tényleg egy kicsit meséljetek erről a programról, hogy nektek miben tud ez segíteni, miért pályáztátok meg is, és tud-e esetleg segíteni abban, hogy gyorsabban haladjon az ember egy kicsit előrefele. Hát mindenki, az anyagi része az nagyon-nagyon sokat segített a szabadságban, a művészi szabadságunknak a kiteljesedésében. Nem azon kellett izgulnunk, hogy vajon ki tudjuk-e fizetni ezt a lemezt, és a X óra, amit eltöltöttünk a stúdióban, az vajon hogy lesz majd így, hogy fogja a zenekar megtermelni, hanem nyugodtan meg tudtuk csinálni a nagy lemezt elejétől a végéig, úgyhogy a Cseh Tamás program. Bíztunk, de tudtuk, hogy támogat. Meg a másik az, hogy nem kellett belemenni olyan kompromisszumokba, ami szerintem főleg az elején nagyon kardinális tud lenni. Tehát, hogy egy első lemez az ott, tehát, hogy lehet, hogy egy idő után majd rájövünk, hogy ez vagy azt nem annyira érdemes, bár nem hiszem, vagy remélem, hogy nem lesz ilyen, de hogy a külső kompromisszumokat én már megtapasztaltam személyesen, és szerintem nem tesz jót. Ahhoz, amit mi szeretnénk csinálni, őszintén alkossunk, és azzal vonzunk be azokat az embereket, akik erre vevők. Az a lényeg, hogy szabadság legyen, és így ez garantálva volt. Tehát, hogy kapunk új támogatást, hogy nincsenek olyan elvárások, stiláris elvárások például, vagy piaci elvárások, hanem lényegében csak minőségi elvárások, meg zenei, azt szerintem a legideálisabb. Szóval mindenkinek ajánljuk, hogy próbálkozzanak, hogyha már van egy elképzelésük, hogy mit szeretnének, és kell hozzá támogatás. ...2011-ben rendezték meg az első összegyetemi gólyatábort, azóta a rendezvény komplett zenei fesztivállá nőtte ki magát, már nem csak az egyetemistákat, de a külsősöket is várja 3 napon át. Folyamatos helyszínbővítés, újabb zenei stílusok megjelenése, valamint egyre több nemzetközileg is elismert előadó és zenekar, közöttük például a hazai drum and bass legismertebb csapata, a Brains. For me.